Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket a csatornámon, az Ébredj Ritával csatornán, aminek a lényege nem más, nem az, hogy velem ébredj fel kora reggel, hanem ébredj rá, hogy istennő vagy, és ébredj rá, hogy mindenre képes vagy, és csodálatos vagy, és élek. Olyan témával jöttem most, ami abszolút így a nyárhoz köthető, hiszen most már így ledobáltam magunkról a vastagabb ruhákat, most látjátok, én is éppen egy ilyen atlétában vagyok, mert pakoláztam, takarítottam akármi, és így gondoltam, hogy közben felveszem ezt a videót nektek. De a lényeg, hogy ugye már levettük a ruhákat, és hogy minden látszik belőlünk, és hát vannak olyan zónák a testünkön, ami lehet, hogy zavarhat minket, hogy látszik, vagy megpróbáljuk eltüntetni, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy hogyan érdemes ruhákkal, vagy hogyan ajánlott ruhákkal úgy elfedni, hogy mégsem nagy zsákba bújunk. Úgyhogy most egy ilyen sorozatot indítanék ezzel kapcsolatban, vagy erről tehát, hogy hogyan öltöz, hogyha vannak olyan kis területek rajtad, amelyekkel nem vagy teljesen elégedett, és nem szeretnél kirakni. Az első ilyen téma a pocak lesz, a has. Ha van egy kisebb-nagyobb hasunk, hogyan öltözünk fel úgy, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, a ruhánkban, és hogy jó legyen úgy, ahogy, amit felvettünk magunkra. Most jól elmondtam. Szóval, nem azt mondom, hogy a legeslegnagyobb ellenség a szűk felső, mert sokan azt hiszik, hogy akinek van egy kis pocakja, akkor szűk felsőben nem, a szűk ruhában nem öltözhet. Inkább azt mondom, hogy ne legyen mindenhol szűk. Tehát az első tanácsom az az, hogy nyugodtan vegyél fel egy ilyen szűkebb toppot, hogyha te ezeket szereted, és hogyha nem vagy úgymond ilyen nagyon gyomros, tehát hogy már mell alatt nincs már rögtön olyan nagyobb pocakod, akkor nyugodtan vedd fel ezt a szűkebb toppot, viszont viseld magasított derékszabású nadrággal vagy szoknyával, ami egy picit így lenyomja a pocakodat. Nagyon jó megoldás akkor az, hogyha mondjuk egy kicsit ávonalú mondjuk ez a szoknya, mert akkor ilyen szépen elfedi a pocakot. Tehát nem kell lemondani a szűk felsőkről, csak az a lényeg, hogy ne legyen mindenhol szűk, tehát felül, alul, stb., mert akkor minden látszik. Tehát igazából, hogyha mindent meg akarsz mutatni magadból, tehát azt szeretnéd, hogy az egész világ meglássa, hogy neked milyen az alakod, akkor vegyél fel, ami mindenhol szűk, hiszen akkor ugye ez rád tapad, tehát a te sziluetteden mutatja. Ezt csak azért kezdtem egyébként a szűk felsővel a sorrendet, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy ha van egy kis pocakjuk, akkor nem lehet szűk felsőt felvenni. Aztán jó megoldás lehet az is, hogyha mondjuk egy olyan felsőt veszel fel, ami felül szűkebb, tehát itt mellrészsel, alul pedig egy picit ilyen bővebb, egy ilyen MPS szabású mell alatt vágod, mert akkor az is elfedheti a pocakot. Tehát, hogy ott egy ilyen kicsit lengébb megoldás. Az is nagyon jó megoldás másodjára mondva, igen, szóval az is egy jó trükk, hogyha bár bő felsőt veszel fel magadra, de nem az a klasszikus ilyen régi ilyen bő póló, hanem mondjuk valami olyan ilyen kis felső rész vagy tunika, ami egy kicsit persze bő, de valamit láttad belőled, vagy egy picit mélyebb a dekoltázsa, vagy a válladat villantja meg, vagy villantod meg, tehát hogy valami legyen olyan, ami eltereli a figyelmet a pocakodról, illetve ugye mivel ez egy bővebb felső, tehát eleve nem tűnik fel a pocak, de így még inkább elrejtve marad. Aztán, most már nem is kezdtem számolni, de szerintem a negyedik-ötödik tipnél tartok, jó megoldás lehet a minta, tehát hogyha mintás felsőbe bújsz, hiszen a minták kavalkádja az így eltereli a figyelmet a pocakról. Tehát ezek mind-mind olyan tippek és trükkök, amelyet ha bevetsz, akkor senki nem a hasodat fogja nézni, senki nem azt nézi, hogy most van rajta x plusz kiló, vagy éppen megjött és menstruálsz, vagy sokat ettél, hanem nem tudom, az arcodra, a dekoltázsodra, a válladra tereli a hangsúlyt, vagy esetleg az izgalmas felsődre. Persze tudjátok, tudod, nagyon fontos az, hogy milyen magas vagy, pontosan milyen alkat vagy, alma, körte alkat vagy, eper alkat vagy, az sem mindegy. Egyébként a pluszás stílusú bia könyvemben erről is beszélek, hogy írtam nektek, hogy mennyire nem mindegy, hogy milyen fazont viselünk egy-egy alkatnál, de összességében ezek a tippek és a trükkök nagyon sok hölgynek segítség lehet, tehát akkor, hogyha van egy kis pocak. Ami a legfontosabb, hogy ha nem muszáj, akkor ne vegyünk fel crop topot, tehát hogy ilyen mell alatt vágott felsőt, mert most szerintem nem feltétlenül kell kitenni mindent attól, hogy a nagy önelfogadás jegyében, meg nevében, hogy úristen, így szeretem magam, hogy vagyok, és akkor most mindenemet megmutatom. Jó, egyébként tök jó, hogyha szereted magad,
De lehet nagyon csinosan úgy is öltözködni, és akár szexisen is, vagy vagány, alternatív, vagy bármilyen szettet összeállíthatsz úgy is, hogyha van egy kis pocakod, és nem mutatsz meg minden magadból. Úgyhogy igazából ezt szerettem volna így ma elmondani, remélem, hogy tudtam vele segíteni, és hogyha szereted a csatornámat, szeretitek a csatornámat, akkor ne felejtkezzetek el feliratkozni rá, hiszen egyre több ilyen stílustanács lesz, olyan tanácsok, amik hasznosak. Kövessétek az Instagram oldalamat is, mert ott is nagyon sok fotót teszek, illetve az Instastory-mban nagyon sok mindent megmutatok, így a háttérinfokból, divatvilág, stb. És hát csodálatos, nagyon szép napot kívánok, ne felejtsétek el, mindannyian istenük vagytok, te is istennő vagy, sziasztok!